Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, korábbi földművelés ügyi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, és én is szeretettel köszönöm minden kedves televízió nézőt. Az elmúlt hetekben a világ az orosz-ukrán háború felé fordította a figyelmét, amely Magyarország szomszédságában, Ukrajnában zajlik. Miniszter úr, hogyan látja a háború közép- és hosszú távú gazdasági hatásait? Nagyon szomorú az, hogy a szomszédságunkban ilyen kegyetlen háború alakult ki. Látjuk a híreket, halljuk azt, hogy menekültek, százezrei keltek útra, a rombolást, az emberi szenvedést, és az embernek összeszorul a szíve, hiszen ez itt a közvetlen közelünkben és olyan államok között zajlik ez a konfliktus, akikkel Magyarország jó szomszéd, illetve kiváló diplomáciai kapcsolatokat ápolt. A történelmi, tudományos, művészeti kultúra és nagyon fontos gazdasági szálak is összekapcsolnak bennünket. Abba bízhatunk, hogy remélhetőleg ez a konfliktus hamarosan lezárul, és helyreáll a béke. Nagyon fontos az, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból. Alig hiszem, hogy Magyarországnak érdeke lenne az, hogy Oroszország ellen harcoljon, vagy katonákat, fiainkat küldjük a küzdőtérre. A miniszterelnök úrnak, Orbán Viktornak nagyon határozott az álláspontja, és a lakosságnak a meghatározó része ebben támogatja, hogy Magyarország egy ilyen háborús helyzetben csak vesztes lehet, ezért nekünk el kell kerülnünk mindenképpen azt, hogy belesodódjunk ebbe a válságba, ebbe a konfliktusba. Március 15-én került sor Magyarországon immáron 9. alkalommal a békemenetre. Mit üzent a békemenet a háború árnyékában? Több mint félmillió ember vonult fel, és a békemenet most tényleg igazán a békéért emelte fel a hangját. Ez a hatalmas tömeg kifejezte azt a nemzeti egységet, amelynek a lényeg az, hogy Magyarországnak egy kiegyensúlyozott, békés körülmények között zajló folyamatos fejlődésre, erősödésre van szüksége. És látszik az, hogy az ellenzék is elkezdett visszahátrálni abból a háborús álláspontból, amit korábban hangoztatott. Egy dolog biztos, hogy csak és kizárólag a Fidesz-KDNP az, amely egyértelműen elétől fogva elkötelezett volt, és ma is elkötelezett a béke mellett. Magyarország, tudjuk jól a történelemből, a háborút általában elveszítette, a békét kell nekünk megnyerni, és ezért kell nagyon óvatosnak lennünk, óvatosan fogalmaznunk ebben a kritikus időszakban. Térjünk át a mezőgazdaságra. A csapadékhiányos időjárás hogyan befolyásolta Magyarország mezőgazdaságát? Az ország élelmiszerellátása szempontjából is kiemelten fontos, hogy eredményes mezőgazdasági évünk legyen, ehhez pedig kell a csapadék, és kell az, hogy a gazdák meg tudják művelni a völgyeiket. És akkor a háborús hatások, az afrikai sertéspestisnek a hatása, az éppen véget ért baromfi influenza, és az energiahordozók árának az emelkedése is sújt bennünket, tehát egy nagyon kritikus időszakban vagyunk, és bizonytalan körülmények között kell talpon maradni. Ezért is fontos, hogy az agrárpolitikának, a gazdákat támogató, segítő különböző jogszabályoknak a rendszer, az Európai Uniós agrártámogatási rendszer, az stabil legyen, finanszírozható legyen, és így a termelésnek a körülményei, nem a természeti, hanem a ezen túlmenő körülményei, azok biztosítottak legyenek. Itt külön probléma most a üzemanyagellátás, itt a kormány több intézkedést tett, Magyarországon ástop van érvényben, az energia ellátástól pedig az élelmiszer termelésünk, hiszen azt kevesen tudják, de egy adott élelmiszernek 60-85%-a is energiaköltség. Szállítás, a művelés, a műtrágya, a különböző növényvédőszerek, a feldolgozás költségei, a gépek előállításának a költségei egyik sem képzelhető el energiafelhasználás nélkül. Tehát ezért is elemi érdekünk az, hogy folyamatos legyen az energiaellátás, nagy rész behozatalra szorulunk, legnagyobb rész Oroszországból egyébként, és meg kell oldanunk azt, a jelenlegi keretek között nem változtathatunk, különösebben ezen a függő helyzeten, a jelenlegi keretek között kell megoldanunk azt, hogy az energiaellátás, a mezőgazdasági termelés, és így a lakosság élelmiszerellátása is rendben legyen. Az külön hozzátartozik, hogy Ukrajna és Oroszország, az külön hozzátartozik ez a problémához, hogy Ukrajna és Oroszország a világ búzexportjának 30%-át, kukoricaexportjának 20%-át adja. Tehát most, amikor akadozik az ottani
export, akkor az arab világban, jó néhány más országban is ellátási gondok elé néznek. És emiatt Magyarországról is sok gabona kelt útra, a kormány egy kiviteli stoppot is bevezetett, azért, hogy a belföldi ellátás biztosított legyen. Az élelmiszerellátáson túl az élelmiszer árakban történhet-e, várható-e változás ennek fényében? Hát itt eléggé szeszélyes a piac. Az átágulás döntően az energiaárak emelkedése miatt történt. Most a háborús krízis, egyfajta pánik és az ehhez gyakran kapcsolódó spekuláció is erre ráerősít. Ugyanakkor minden növekedésnek van határa. Tehát én szerintem itt azért meg fog állni majd egy bizonyos szinten, és itt vagyunk az év elején. Én azt szoktam mondani, hogy aki saját maga termel, még ha nem könnyű körülmények között, mert azért most eléggé sújt bennünket ez a szárazság, hogyha valaki saját maga megtermeli azt, amire szüksége van, akár egy konyhakertben, zártkertben, arra nem vonatkozik az inflációnak, nem emelkedik az ára, kellő odafigyeléssel sok mindent meg tudunk termelni, és azért ide tartozik az is, hogy beosztással az élelmiszert igazi értékként kezelve kell takarékosan bánnunk ezekkel a magyar földnek a gyümölcseivel, azért, hogy kiadásaink is kisebbek legyenek, és az ellátás is biztosított legyen. A magyar kormány több az élelmiszer pazarlás ellen szóló programot indított. Ezek most azt hiszem, hogy összeérnek, összhangba kerülnek azzal, hogy az élelmiszerek ára is növekedésnek indult. Az elmúlt héten választott Magyarország köztársasági elnököt Novák Katalin személyében. Miért bírt kiemelkedő jelentőséggel a mostani köztársasági elnök választás? Novák Katalin emberként, politikusként, családanyaként is ismerte a magyar lakosság előtt. Büszke vagyok arra, hogy Magyarország első női köztársasági elnöke a Fidesz frakció soraiból, a lakosság által megerősített kormány többségének a soraiból került ki, és elkötelezettsége a magyar nemzet legfontosabb kérdéseiben, a nemzet megmaradásának a kérdéseiben az egyértelmű, és az egy sikeres program, amit ő több más programmal együtt vitt az elmúlt években, hogy minél több gyermek szülessen. Hát 200 ezerrel több gyermek született, mióta a családvédelmi intézkedések, fiatal családosokat segítő adókedvezmények és más megoldások hatályba léptek. Ezt a politikát kell folytatni, és ő személyében is megtestesíti ezt az értékrendet, azt a politikai folyamatosságot, amelyre törekszünk. Április 3-án gyermekvédelmi népszavazással egybe kötött országgyűlési választásokat tart Magyarország. Mi most a választások tétje? A két döntés mind a kettő hosszú távra érvényes, rendkívül fontos. Gyermekeinket meg kell védeni azoktól a önpusztító propaganda folyamatoktól, amelyek látszik, hogy Nyugat-Európában már általánossá váltak. A korai nem változtatás, az úgynevezett érzékenyítés, a gyermekeknek az elbizonytalanítása, nem szabad, hogy az intézmények falai között teret kapjon. Ez az egyik, a másik pedig, hogy döntünk arról is, hogy Magyarország milyen irányba haladjon. A háborúpárti ellenzék vegye át a kormányrudat, vagy maradjon a nemzetépítésnek a folyamatossága. Én azt javaslom mindenkinek, hogy szavazzon Orbán Viktorra, a Fidesz-KDNP-re, helyben pedig jelöltünkre F. Kovács Sándorra, azért, hogy Magyarország továbbra is egy erősödő, növekedési pályán mozgó ország legyen. Miniszter úr, köszönöm az interjút. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra.